első alkalommal jelent meg a Tornyai János Múzeum évkönyve. A kiadványt azzal a céllal adta ki az intézmény, hogy kézzelfogható formában emlékezzenek meg a múzeum munkatársainak az elmúlt években végzett sokszínű, tartalmas kutató munkájáról. Februárban mutattuk be a Tornyai János Múzeum évkönyvének első kötetét. Nagyon fontos egy közgyűjtemény számára, hogyha az intézmény keretein belül és a falai között folyó tudományos kutatásokról beszámolhat. Nem gyökerek és nem hagyományok nélküli ez itt Hódmezővásárhelyen sem, hiszen Honbár, illetve Múzeumi Műhely címmel már jelentek meg kiadványok a múzeum kiadásában, illetve korábban 2007 előtt, amikor az intézményünk még a Csongrád megyei múzeumi szervezet része volt, akkor a Móra Ferenc Múzeum, mint megyei múzeum évkönyvében a kollégáink megjelentették az egyes írásaikat és kutatási eredményeiket. Ez az évkönyv tehát arról számol be, hogy az elmúlt években a munkatársaink milyen új eredményeket hoztak, és hogy a múzeumi anyagunk hogyan gyarapodott fényképekkel, régészeti leletekkel, néprajzi tárgyakkal és dokumentumokkal. A kötet szerzői valamennyien vagy egykori, vagy jelenlegi munkatársai múzeumnak. Ez azért fontos, mert nem vontunk be még külső szerzőket, csak olyanokat, akik a múzeumi anyaggal dolgoznak és a múzeum munkatársai. És emellett, amire külön büszke vagyok, mint szerkesztő ennek a kiadványnak, az, hogy valamennyi gyűjteményünkből érkezett anyag, művészettörténet, néprajztudomány, régészet és helytörténet egyaránt helyet kapott benne, sőt az emlékpont által reprezentált jelenkor történet is. Tehát ezen a jó 200 oldalon, és szándékunk volt, hogy ez egy reprezentatív kiadvány legyen, kemény táblával, műnyomó papíron gazdagon illusztrálva. Ezen a 200 oldalon tehát a múzeum teljes spektrum a kutatási és gyűjtési területe le van fedve. Legnagyobb részben természetesen a régészet. Az a tapasztalatunk, hogy mind a szakma, a régészek, mind a helyi érdeklődő közönség az nagyon fogékony a régészeti eredményekre. Szerencsére a város fejlesztésével párhuzamosan ezek a feltárások megtörténtek, de 40-es évekbeli népbírósági perek földolgozása épp úgy helyet kapott benne, mint mondjuk fotótörténeti tanulmány, vagy éppen a tavalyi Kass János kiállításunknak, vagy az egy évvel korábbi Vásárhelyi őszi tárlat díjazottjainak a munkásságának az ismertetése a művészettörténet világából. Tehát egy színes kiadvány, ami azt gondolom, hogy jól mutatja azt, hogy milyen komoly tudományos munka folyik a Tornyai János Múzeumban. A korábbi években is készültek kiadványok, amelyek a szakemberek tudományos munkájának eredményeiről adtak számot, de olyan évkönyv, amely hagyományosan a közgyűjtemények tudományos publikációs fóruma, korábban nem volt megtalálható a Tornyai János Múzeum repertoáriában. A tavalyi évben merült fel annak a gondolata, hogy a Tornyai János Múzeum egy hagyományos, klasszikus évkönyvsorozatot indítson el, és ennek az első kötete 2019-es évszámmal jelent meg, ennek a bemutatója volt ezen a héten a Tornyai János Múzeumban. A klasszikus múzeumi évkönyveknek megfelelően a múzeumban fellelhető valamennyi gyűjtemény, illetve a múzeumban jelenleg működő valamennyi szakág képviseltetve van ebben az évkönyvben, megfelelő hangsúlya természetesen régészeti, néprajzi, helytörténeti és művészettörténeti témájú tanulmányok kaptak helyet ebben az évkönyvben. Elsősorban a múzeum gyűjteményére, a vásárhelyi múlt emlékeire alapozó, illetve ezeket feldolgozó, bemutató tanulmányokat mutat be az első kötet is, és ez a cél a jövőben is, hogy a múzeumban, a múzeum gyűjteményeiben fellelhető tárgyakat a múzeumban dolgozó kollégák kutatási eredményeit publikáljuk a jövőben is. A Tornyai János Múzeum évkönyvének első kötetéhez az intézményben juthatnak hozzá az érdeklődők.